2016. januárja óta van lehetőség ingatlanok építésekor maximum 5 millió forintig visszaigényelni az áfát. Azoknak, akik szeretnének élni a lehetőséggel, ez év végéig be kell adniuk a kéremet a pénzintézeteknél. Számlák azonban még a határidő lejárta után is benyújthatók, tehát az építkezéseknek sem kell eddig befejeződniük. Ez utóbbi azonban csak azokra a beruházókra és családi házépítőkre igaz, akik 2018. november 1-én már rendelkeztek végleges építési engedéllyel. Mivel egy építkezés nem olcsó mulatság, az áfa visszaigénylése a költségek során több millió forint kedvezményt jelent. Manapság egy 30-40-50 milliókra rúgnak ezek a családi ház árak itt a mi vidékünkön, aztán ha messzebb tekintünk, hiszen mi még relatív az ország olcsóbb felét jelentjük, távolabb tekintve ezek még 50 és 100 közé nyugodtan felszaladnak. Úgyhogy nem gondolom, hogy ezt az 5 millió áfa tartalmat túl nehéz feltölteni tartalommal. Az elszámolásoknál ezeket több, akár több vagy folyamatosan számlák gyűjtésével, aki több vállalkozóra szedi szét az építkezés, az így tudja igazolni a bonyolító pénzintézeténél. Hát aki egy egyetlen fővállalkozóval tartja a kapcsolatot, ott megint ott ilyen szempontból egy egyszerűbb adminisztráció zajlik. Mint az elnök hozzátette, az ügyintézés adminisztrációs részében érdemes konzulás vagy tanácsadó segítségét kérni. Sokan például az e-napló használatában nincsenek tisztában, az igénylés azonban ehhez kötött. Az e-napló egyébként a korábbi papíralapú építési naplót váltotta fel. Interneten keresztül elérhető, bizonyos belépési procedúrák vannak, ennek különféle szereplői vannak, a kivitelező, a tervező, adott esetben tervezői művezetőként, a műszaki ellenőr, tehát valójában azok a klasszikus szereplők, akik a papíralapú építési naplónál léteztek, ugyanúgy megvannak az elektronikusnál is. Itt meg kellett tanulni bizonyos belépési procedúrákat és egyebet, az ügyfélkaput kell hozzá praktikusan használni, és a többi. Ma azt merem mondani, hogy azért a szakma meghatározó része megszokta kisebb-nagyobb hibákkal, de használni is tudja. Az építési felügyelet bármikor, bármelyik építési naplóba betekinthet, hogy ellenőrizze szakszerűen megfelelő szereplőkkel és az előírások szerint zajlik az építkezés. Az áfát egyébként bárki visszaigényelheti, aki építkezik, feltéve, hogy nincs adótartozása, nem büntetett előéletű, és rendelkezik legalább 180 napos magyarországi TB jogviszonnyal.